Barina Balázsék izgatottan foglalták el az új épületeket. Ő fejtette ki nekünk a bérlőponttal kapcsolatos részleteket. A Kajakkenu Egyesületünk 1979 óta működik itt Tolna mellett, édesapám alapította. Nagyon jó eredményeink voltak, főleg maratonszakákban az elmúlt 50 évben, és a Magyar Kajakkenu Szövetség úgy gondolta, hogy a klubunk működését is, mint az országos távlatokban is igyekszik megtámogatni azáltal, hogy a versenysport láb mellé igyekszik egy szabadidősport lábat is kialakítani. Ez mind az egyesületeknek, mind pedig a kajakkenu sportnak nagyon jó tudna lenni. Egyrészt nagyobb létszámot tudnánk megmozgatni, másrészt pedig egy bevételi forrás, plusz forrás is tudna biztosítani a kajakkenu egyesületeinek is a szövetség. A jelenleg meglévő épületeink egy része már jóval korábban megépült, van saját konditermünk, tornatermünk, külön öltözőink, valamint egy rendes vizes blokkunk, ami most újonnan megépült, az pedig két külön öltözőrész, egy férfi-női öltöző, külön WC-vel, tusolóval, nagyon kulturált létesítményeink vannak. Ezen kívül van egy fedett hajótároló részünk, ami lehetőséget biztosít nem csak a saját hajóink tárolására, hanem amennyiben erre igény alakulnak ki, vagy ilyen mutatkozna, esetleg szabadidős sportolók hajóit is tudnánk itt tárolni. Ezen felül még a létesítményben található egy kicsike kis iroda és egy tároló is. A nyáron így csak kóstoló jelleggel lehet hozzánk lejönni, ugyanis a versenyévad közepén járunk, és a létesítmény átadása is június hónapban történt meg. Ugye a Magyar Kajakkenu Szövetség részéről is voltak itt lent propagandaanyagokat készíteni, felvételeket, fényképanyagot és egy különben mutatkozó videót is felvettek velünk. Szuppozni lehet nálunk jelenleg, kaptunk 6 darab szup 1-est, valamint 3 darab túra kajakot és 3 darab tengeri kajakot, ezeket lehet így egyénileg bérelni nálunk jelenleg. Szervezett programjaink azok ősztől várhatóak, a nyitott kajakházak program kapcsán lesz egy bemutatkozónk, amikor bárki nyugodtan lejöhet hozzánk, lehozhatja gyermekeit is, vagy csak szülők, vagy párok is lejöhetnek hozzánk teljesen nyugodtan megnézni, hogy milyen létesítményeink vannak, és meg lehet próbálni majd a sporteszközeinket. Nem csak azokat, amik itt vannak a túraponton, a túrahajókat, cuppokat, hanem ki lehet próbálni esetleg a sárkányhajónkat, vagy pedig vadvízi kajakjainkat és egyéb sporteszközeinket is meg lehet próbálni. Jövő nyáron pedig még több programmal és lehetőséggel várják a vízi sportok szerelmeseit. Vállalunk majd szuppos és túrakajakos túravezetést, egyébként még ezen kívül sárkányhajóztatást is tudunk vállalni, és túrakenuk bérbeadását is. Amennyiben erre igény mutatkozik, vezetett túrákat is fogunk tartani. A tolnai felsőholtágon megnézzük majd az itteni természeti csodákat, valamint Gemenc felé, a tolnai alsóholtágra is tervezünk szuppos túrákat elsősorban. Az egy jóval vadregényesebb holtág, megőrizte inkább a régi mi voltát, nincs körbeépítve, nincsenek nyaralók, nincsenek kialakítva telkek. Ott igazából még az ősihez közeli természeti állapotokat találhatjuk meg, az ártéri fűzeseket és ezeket a gázlós, sekélyebb részeket. Rengeteg teknősünk van, mocsári teknős, és Gemenc közelsége miatt rengeteg vadmadár is fészkel arrafelé. Érdemes körbenézni. Lesz majd egy ilyen letölthető applikáció, amin keresztül minket el lehet érni, amíg ez nem indul be, mert jelenleg tudtommal ez még nem működik, telefonon és Facebookon keresztül is el lehet minket érni, valami természetesen lent a vízitelepen, hiszen hetente 6 napot itt vagyunk délelőtt délután a nyári időszakban.